sötét van, és elvakít, mert a GPS-et rosszul veszi le, és mert leveszi magától, mint egy GPS, akkor te le tudod venni a fényerőt. Egy magasabb árkategóriájú elektromos kerékpár ilyet is tud, ez közel 1 millió forintba kerül. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium azonban pályázatot hirdetett magánszemélyek részére, így a pedálszenzoros e-bike vásárlásához 90, a nyomatékszenzoros kétkerekűhöz pedig 150 ezer forint állami támogatást lehet igényelni. Ennek keretösszege 1 milliárd forint. A célja főleg a munkába járás. Ezt igazolniuk is kell lesz a pályázat benyújtásához, kereseti igazolással vagy erre utaló okmánnyal. A vásárlás előtt kell benyújtani a pályázatot. A pályázat elbírálása után kell megvásárolni a kerékpárt, kiszemelni, előrendelni, lefoglalni le lehet a kerékpárt, megvásárolni viszont csak a pályázat elbírálása után szabad, nem szabad elkapkodniuk az embereknek. A pedelek kerékpárokra nem szükséges jogosítvány, sem biztosítás, mégis az egyik legjobb közlekedési eszköz ingázásra. A jármű haladásához mindenképpen emberi erő szükséges, a motor csak segít ebben. A támogatást csak olyan kerékpárokra lehet igénybe venni, amelyeknél a rásegítés felső határa 25 km/h. A rásegítés nagyságát kiválasztva megkönnyíti a haladást, tehát egy kevesebb fizikai energiát igényel a gazdájától, és kiegyenlíti azt az erőkülönbséget, ami szükséges. A támogatott járművek nem kerülhetnek többe 900 ezer forintnál, és megadott műszaki környezetvédelmi követelményeknek is meg kell felelniük. A pályázattal kapcsolatos részletek az ebikepályazat.hu weboldalon olvashatóak.